Tolna vármegyei polgárőrnap Irekszámcsén. Remek programok és főzés keretein belül gyűltek össze Tolna vármegyéből több település önkéntes polgárőrei. Váradi Balázs elnök úr megkeresett, hogy ismételten Irekszámcsén szeretnék megrendezni a polgárőr találkozót. Természetesen az első megkeresésre igent mondtam, felajánlottam neki, hogy van egy teljesen új rendezvényterünk, amit nemrég alakítottunk ki, és megmutattam neki, nagyon-nagyon tetszett a helyszín, úgyhogy elkezdődtek a tárgyalások, elkezdtek a beszélgetések, és mindannyian együtt toljuk azt a bizonyos szekeret, ezért ez a rendezvény létre is jött, hála Istennek. Az eseményt nagy odafigyeléssel szervezték meg. Családoknak is kiváló szórakozást nyújtott ez a nap. Örültek neki, iregiek is örültek neki, hogy itt van megrendezve. Nagyon sok munkával jár egyébként, ez egy több hónappal már elkezdtük szervezni magát a helyet, a helynek a rendbetételét, a főzést, a büfét, a légvárat, mindenféle ilyesmi. Ez hónapos, több hónapos munka, több ember, több hónapos munkája. És hát itt is, mint minden rendezvényen, van egy nagyobb tím, aki aztán most élesbe itt mindent csinál. Tehát a főzést kint a kollégák parkoltatnak, hiába van polgárőrnap, a polgárőrök parkoltatnak, de besegít a rendőrség is a forgalom irányításban. Túrós András elmondta, miért tartja fontosnak, hogy minél tovább megmaradjon ez a mozgalom. Nem csak jelene, hanem jövője is van. Az biztosan látható, hogy, és ezek nem nagy szavak, hogy polgárőrség nélkül nincs közbiztonság Magyarországon, bűnmegelőzés meg különösen nincs, mert a civil bűnmegelőzés az felértékelődött Magyarországon különösen, világban kevésbé, és nem véletlen egyébként, hogy mi etalon vagyunk, példa vagyunk Európában is, és erre mondják azt, hogy ez egy magyar hungarikum, illetve hát tulajdonképpen egy nemzeti kincs is a polgárőrség. Különféle díjakat osztottak ki az eseményen, ezzel is elismerve, hogy mindenki munkája fontos. Nagyon kellemes meglepetés volt, mert általában az ilyen elismeréseket egy közgyűlésen szokták átadni. Én említettem is itt az expozénba, amikor tisztújító közgyűlésünk volt, tehát Váradi Balázs elnök úr lett az Zói Megyei Polgári Szövetség elnöke, akkor az ott lévő tagság 100%-ba tett javaslatot arra, hogy a leköszönő elnök, nevezetesen én, mint Széles János, a 24 évre való tekintettel, mint elnök, javasoltak és elfogadásra került egy aranygyűrű átadására való javaslat, illetve hogy kapjak egy aranygyűrűt. Szeretnék még nagyon sokáig őrizni és megtartani ennek a varázsát az egyesületben lévők.